Sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra! Itt Ildikó Beauty csatornáján. Jó napot kívánok! Felvirradt egy újabb nap. És egy picit most egy ilyen vlogolásra van kedvem. Egy kicsit vlogolok, ugyanis végre, hát azt kell mondjam, hogy 10 év után beszabadulok egy Müllerbe, ugyanis amikor én még kinn éltem Ausztriába, ott rendszeresen jártam, mert közel is volt, meg az ott ilyen kb. Minden sarkomban egy Müller, de itt nem, és ráadásul ami, ahol mi lakunk, a közelbe sincsen, úgyhogy most valami 5 kilométert kell mennünk Vecsésig, mert a Köki terminálban nem szeretnék bemenni, az lehet, hogy közelebb lenne, de nem akarok oda bemenni, mert én nem szeretem annyira ezt a Köki terminált, őszintén megmondom, ez most nem egy negatív reklám, de nem, nem szeretem a plázákat, de ez a Vecsési ilyen bevásárló centrum, központ, ott van egy hatalmas nagy Müller, utána néztem, igen, Ferihegynél, Shopmark. Troll megint beleszól. Hát akkor mondjad, akkor hova megyünk? Ferihegy Shopping Center. Na, és megnézem most ezt a Müllert, és onnan jelentkezem. Tartsatok velem. Sőt. Pont kaptunk egy sorompót, de hát akkor már kis érdekesség, mert gondolom még nem láttatok vonatot. Beveszem, ahogy át fog haladni a vonat. Hát legyen már valami turbo ebbe a videóba. Úgyhogy várjuk rendületlenül. Megy a gőzös kanisára. Milyen kis szép vonat volt. Na, andiamo. Andiamo celeste. Na. Oda megyünk. Na, megérkeztünk ebbe a Vecsési Bevásárló Centerbe, és keressük most a Müllert célzottan. És megérkeztünk! Az is van, de nekünk nem az kell. Sziasztok, itt vagyok, és most megkísérlem a behatolást, de a zebrán fogok átmenni. Ferikét itt hagytam, majd ő elmegy a Burger Kingba, addig azt mondta. Én amúgy sem mennék olyat, mert diétázom. Úgyhogy... megkeresem a bejáratot. Siker! Biztos nem lehet kamerázni, úgyhogy most el fogom rakni. Jó? Aztán majd jövök. Amúgy egy ekkora hatalmas hely. De most elrakom, jó? Sziasztok! A Kánaán gyerekek. Itt minden van. Egyébként gyönyörű ez a bolt. Egyszerűen valami hihetetlenül csodálatos. Fú, hát azért ez nem volt semmi. Természetesen azért itt is vettem egy ilyen Cappy Orange Peach italt. Ferika addig behamburgerezett a burgerbe. Én diétázom, nem eszem. Hát figyeljetek, mutatom. Tehát ez egy hatalmas, egy valami akkora bevásárlóközpont, csak ez a Müller, és Kánaán, tehát Gucci, Givenchy, Armani, minden, Yves Saint Laurent. Kicsit így elidőztem, megmondom őszintén, a Dior Poolnál, természetesen a Victoria's Secretnél, a Clinique-nél, a Chanelnél, próbálgattam is tesztereket,
volt egy nagyon aranyos hölgy jött segíteni. Felfedeztem egy számomra teljesen új olasz márkát, meg egy amerikai. Levideóztam ezeket, nem is tudom, nem is emlékszem már a nevükre. Úgyhogy most még elmegyünk nagy bevásárlásra, és aztán majd otthon beszámolok. Sziasztok! Jön a troll. Halad a troll. Most mondjátok, hogy nem szép. 194 centis troll. Nagyon jó szolgáltat tudnál nekem tenni. Igen. Elteszed a pénzt, tehát meg kulcsomba van. Jó, azonnal. Bemegyünk a Tesco-ba. Trollnak a mániája, hogy belenyúlnak a táskámba. Ebben nem fognak belenyúlni. Csak a testemen keresztül. Akkor nyúlhatnak. Na. Otthon találkozunk. Jaj. Talált egy ilyen dolgot, na, elmondanám, hogy ott vannak ilyen leolvasók, ilyen kódszáma, és akkor ki lehet egyet venni, és az a lényeg, hogy te saját magad leolvashatod, hogy mennyi a cucc. És akkor így látjuk, hogy ez például 500 vagy 874 forint. Riska, te 175. Igen, hogyha kartonba veszed nyilván. 175 a riska. Igen. Tehát most ezzel szórakozunk, hogy így leolvasót játszunk. Igaz, Ferike? El van a gyerek, ha játszik. Tehát ez komálni fogják, ez már 8000 megtekintés lesz miattal. Na. Viszont tesztet szerintem is jobb ötlet. Az a baj, hogy olyan, mint egy gyerek, nem lehet vele haladni, mert minden ilyet meglát, és elkezd egyből játszani vele. Tehát ez nem játék. És ott szórakozik meg, én látjátok? Ott szórakozik. Képzeljétek, annyira béna vagyok. Annyira béna vagyok, ez már a kimerülés. Most jöttünk ki a Tesco-ból, bevásároltunk. Jön a világ vége, kb. Annyit. Szóval, csak ilyen két-három napos ünnep, vagy nem tudom mennyi, de feltankoltunk. Szóval körülbelül 5 perce beszéltem így hozzátok, amikor rájöttem, hogy nem nyomtam le a gombot. Én nem fogom még egyszer elmondani. Ennyi. Go home. És ha izé van, akkor bemegyek. Igen, most sor van. Ja, sor. És miért van az mindig, hogy az a sor halad mindig, amiben nem vagyunk? Ez ilyen Murphy. Közben piros a sorompa, és azok elindultak, szerintetek? WTF? De ez most hogy? És ez komolyan? Az amerikai belügy lejárt, kaptam egyébként két ilyen papírzacskó ajándékot. Az egyikben volt az Yves Saint Laurent Montpellier illat minta, illetve a Libre mintája az Yves Saint Laurent parfümnek. Másikban volt egy Lancôme regeneráló krém, illetve, ezt nem is ismerem, ezt a Natura Verde, szerintem ez valami olasz cusz lehet, és ez egy ilyen haj, igen. Fin dei primi, Giomi da Vita, azt mondja, egy ilyen kamillás haj tisztító hajlemosó, Body and Hair. Úgyhogy egy ilyen bio. De tök cuki, nézzétek meg, és egy ilyenben van benne, egy ilyen. Ilyen tök ari a mintának a tartója. Úgyhogy ezeket a kis mintákat kaptam. A Montpellier-t ismerem egyébként, ezt a Libre-t nem. És ezeket a krémeket mindig szeretem kipróbálni. Úgyhogy két ilyen tasakban volt. Na hát a két óriási szatyrot már nagyjából kipakoltam. Én már csak ezeket kell elpakolni, illetve közben elkezdtem egy egész csontos csirke mellett feldarabolni, amit már párolok is, illetve sütök a teflonba, mert szerintem kitaláljátok, hogy mi fog készülni. Tárkonyos csirkeragú leves,
vettem főzött tejszínt is, és vettem horvát rozi tárkonyt. Úgyhogy tudom, hogy ez most nem egy ilyen főzős vlog, de gondoltam, és közben megy a csap, és oda pucolom a zöldséget, és még azokat meg kell pucolnom. Úgyhogy ezzel megleszek, fölrakom a levest, és onnantól kezdve a beauty a főszelet. Sziasztok! Most kipakoltam ide az asztalra, amiket vásároltam. A kevésbé érdekes dolgok, hogy vettem három ilyen tök finom mézes és eukaliptuszos cukorkákat. Az egyik egyébként ez az Edel márka, ez az Ice Crystal Bonbon Extra Fresh. Nekem nagyon kell, hogy legyen itthon ilyen eukaliptuszos Edel Ice Crystal töltetlen kemény cukorka, látjátok. Nem olyan érdekes, nem a beautyhoz tartozik, de mivel a Müllerbe vettem, megvettem. Szóval kell, hogy nekem legyen ilyen eukaliptuszos cukor. Vettem egy ilyen teljes mézes cukrot. Ez nagyon érdekel, mert ezt még soha nem próbáltam, és már a kocsiba kinyitottam, és ezt megkóstoltam, és nagyon finom. Ez egy ilyen gyógynövényes mézes cukorka. Úgyhogy ezek a cukorka részlegről valók. Most jöjjön a beauty részleg. Először is ezt az Enni márkát egyáltalán nem ismertem. Ez azt mondja a kis hölgy, aki ott segített nekem a kiszolgálásban, hogy ez egy amerikai márka, azon kívül én most azt látom, hogy Germany, tehát most akkor nem tudom, hol van az igazság, de hogy ez az Enni, ez csak és kizárólag körömlakokkal foglalkozó cég, és nagyon-nagyon tetszett nekem ez a szín, és van benne egy ilyen kis csillogás, látjátok, úgyhogy úgyis le fogok mindent tesztelni, most csak nagy vonalakban megmutatom, hogy miket vettem. Tehát ezt az Enni márkától vásároltam. A Victoria's Secretnél nagyon elidőztem, ugyanis nekem van itthon egy majdnem teljesen kiürült Victoria's Secret testpermetem, az egy ilyen csillámos, kicsit kókuszos, ilyen virágillat, nagyon-nagyon finom, és elég sokat elidőztem a pultnál, legalább 10 fajta volt, 10 fajta illat, és hát rátaláltam erre az Amber Romance-ra, és azt kell mondjam, hogy hát isteni illata van, de hogy a testápolója mennyire finom, intenzív illat, tehát nyilván ugyanaz a két illat, de valahogy jobban érzem ő benne azokat az illatjegyeket, amiket tartalmaz a parfüm. Ez egyébként egy ilyen édes tónusú illat, cseresznye, szantálfa, kamilla, aloe vera, vanília illatok vannak benne. Nézzétek meg a Krémánián, egyébként részletesen látjátok az illatjegyeiket. Minden parfümnek, meg minden illatnak. Direkt rázumolok, tehát Amber Romance. Én nagyon-nagyon érzem benne ezt az ilyen szantált, és érzem benne a vaníliát is, de ezeket az édes gyümölcsöket is. Tehát ez nagyon különleges illat. Igazából még ilyesmi illatom nem volt. Azt hiszem, hogy talán még karamell is van benne, és az eléggé domináns. Úgyhogy egy ilyen édeskés illat, de egy egészen különleges illat. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt végül is megcsíptem. Nagyon-nagyon érzékeny a szemem, és arra gondoltam, hogy már azon is múlik, hogy milyen korrektort viszek föl, és sajnos nekem egyszerűen a drogériás korrektorok nem jók. Tehát nagyon-nagyon csípi, a mostani korrektorom is, amit használok a Catrice-től, valahogy úgy érzem, hogy irritál, még a Bourjois korrektorom az egész jó, úgyhogy én most vettem egy Clinique korrektort, meg is mondom, hogy egyébként ez hányas számú, kipróbáltam a tesztert, úgyhogy most nem nyúltam mellé. Ez a Fair árnyalat 10-es szám, és egy nagyon jó kis árnyalat, jól passzol a bőrömhöz, úgyhogy remélem, hogy jó lesz, nagyon bízom a Clinique-ben, ugye hát ez híres arról, hogy hipoallergén, meg mindenféle érzékeny bőre, szemre kifejlesztett bőrbarát, úgyhogy nagyon bízom benne, úgyhogy ezért vettem meg. Megnéztem az Elf standot, és nagyon tetszett, és én már kaptam egy-két Elf cuccot a barátnőmtől,
és különösen a pirosítóját nagyon szeretem, de volt egy paletta is, és kipróbáltam, ezt is segített a kis hölgy egyébként, tehát egy ilyen tesztet próbálgattunk, és végül is egy ilyen szemöldök ceruzát, aminek a kefe a vége, szemöldök ceruzát elhoztam, és az ő száma ez a közép, tehát egy ilyen naturális barna, natural brown, brün, natur, árnyalat, ami egyébként egy kicsit sötétebb barna volt, mint amit először néztünk, majdnem azt vettem meg, de szerintem nekem ez lesz jó, egy ilyen közepes árnyalat, tehát se nem sötét, se nem világos. Én szerintem ez pont jó, úgyhogy nagyon várom, hogy kipróbáljam ezt is. Hát a legkíváncsibb, vagy hogy mondjam, tehát a legjobban érdekel, ezt megmondom őszintén, mert a többit egyébként már minden termékből használtam, mondjuk kivéve ezt az Ennit, ezt nem ismertem, de Clinique is volt, nekem egy időben nagyon sok Clinique terméket használtam, végülis az Elf sem ismeretlen, de ezt meg kell mondjam, ez a Nye Oleari, én ezt a márkát nem ismertem, és azt mondja, hogy ő egyébként egy olasz márka, kicsit megint így közelítek, szóval én ezt az életemben hallottam, viszont egy giga kiszerelés, mert egy 14 millis szemspirálról van szó, ez a Nye Oleari, és hát nagyon szép, különben maga a csomagolás is nagyon-nagyon exkluzív, mondom giga, giga méret. Itt van a márkája, és megmutatom egyébként, hogy milyen keféje van. Ő egy teljesen hagyományos kefe, és egy nagyon-nagyon krémes, ahogy így kivettem a tokból, vagy hát a terméket a tartójából, és nagyon buci feje van igazából ennek az applikátornak. Ez egy ilyen volumen növelő, dúsító szemspirál. Hát azt mondja, hogy egy ilyen tömegnövelő, hosszító effektet ad. Nagyon-nagyon tetszik egyébként ez az ilyen méhecskés csomagolás. Nagyon exkluzív az egész egyébként ebben a dobozban volt. Hát őszintén megmondom, hogy borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy ennyiért mit tud, úgyhogy le lesz tesztelve. Úgyhogy ezeket vettem most a Müllerben. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként ezekre a termékekre. Fogok belőle csinálni szerintem teszt videót. Úgyhogy ennyi. Na sziasztok, én közben lerogytam, és nem akarom egy másik napra halasztani ennek a videónak a vége, beköszönés, vagy leköszönés, vagy értitek? Ezt az elköszönést nem akarom másik alkalomra halasztani, csak azért, mert én most fáradt vagyok. Úgyhogy ez... Igen. Jó, tehát akkor ez a lekonf. Úgyhogy most ne haragudjatok, de most ebben a pillanatban így viszintes állapotban lesz a lekonf. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és találkozunk hamarosan. Kommenteljetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok, és lájkoljatok, és egyáltalán. Na, sziasztok! Na, lezárom a videót most!